1-2. Jó, egy kicsit távolabb tartom. Sziasztok! Nem tudom, ki értesült róla, hogy ma nem a Détót Kriszta, hanem a Détót András lesz itt, aki ebbe a székbe ül, de Détót Kriszta nélkül sem maradtok, hiszen ő is itt lesz ma este. A nővérem megkért arra, hogy helyettesítsem igazából, főleg azért, mert a mai témánk ugye az, hogy siker, kudarc, újrakezdés. És hát ez családi történetek alapján tudom igazolni, hogy neki van ebben tapasztalata és mondani valója is, de nem ő lesz ma az egyetlen vendégünk, hanem itt lesz velünk Jakubcsek Gabriella, és meg is kérem, hogy jöjjön be. Talán nem is kell hosszan sorolnom a titulusait, hiszen mindannyian ismeritek. Gabi, foglalj helyet, ahol tetszik. Itt van velünk egy egészen különleges ember, akinek a legkülönlegesebb élettörténete 50 éves kora után kezdődött, gondoljuk mi, de majd ki fog derülni, hogy bőven van történet az életében azelőtt is. Jászdi István borászt szólítom a színpadra, aki igazából magát boros gazdaként titulálja, de ezt is meg fogjuk kérdezni, hogy miért. Ugyancsak itt van velünk Fürdős Zé, akit én személyesen érdekes módon eddig nem is ismertem, hiszen pedig egy televíziónál dolgoztunk éveken keresztül. Az újrakezdésben neked is van tapasztalatod, és végül, de semmiképpen sem utolsó sorban a műsor egyébként házigazdája és a VMN alapító főszerkesztője, a nővérem Détót Kriszta. Jaj. Először is köszönjük mindenkinek, hogy elfogadta a meghívást, nektek is, hogy eljöttetek és megvettétek a jegyet. Az újrakezdéssel kapcsolatban azon gondolkodtam, hogy siker, kudarc, újrakezdés, igazából bármelyik téma érdekes lehet, de itt most olyan emberek ülnek a személyetekben, akik talán az Z az egyetlen kivételes, hogy mindjárt elmondom, hogy miért, akik nagyon fönt voltak, bár az Z-éknél is így volt családilag, nagyon fönt voltak, volt egy nagy letörés, de elképesztő furán, és aztán egy egészen más úton is talán még sikeresebbek lettek, és számunkra, tehát én, aki most éppen egy olyan időszakát élem az életemnek, hogy 14 év után véget ér egy szakasz, és újra kezdek valamit, vagy megpróbálom magamat átpozícionálni egy másik területre, így próbálok inspirálódni most belőletek. Úgyhogy most kezdem innen arra haladva, de igazából nem egy ilyen tanárdiák szerepet szeretnék, hogy kérdezek és mindenki válaszol, hanem egymástak is nyugodtan tehetek föl kérdéseket, hogy kivehetitek a szót a másik szájából. Szóval Gabi, több része van az életednek, ahol voltak nagy upside down-ok, és nem is tudom, hogy melyikben kérdezhetek bele, de talán mindegyikbe, hiszen mindegyik része nyilvános, tehát mindegyikről beszéltél. De az első talán, amit mondtál a bemelegítőben is, hogy a színművészetén olyan hihetetlen kivételes helyzet volt, hogy fölvettek, de te azt mondtad, hogy köszönöm egy idő után, mert hogy... Várja, ha én nem mondtam volna, akkor ők mondták volna. Tehát azért legyünk objektívek. Én csak jól megéreztem. Hogy nagyon, nagyon, nagyon szép ritmusba kell felállni, még addig, amíg szép emlékeket őrzöl. Meg egyébként ez egy nagy dolog, tehát úgy kell eljönni, hogy valami jót meg kell ragadni abból, ami ott volt, meg különben az ember viszi magával a csomagot, és ez nem jó. Én felvételiztem a színművészetire első rostán, nem hiszed el, ki volt a vizsgabiztos. Máté Gábor. Így van. És nem is mentél át. Nem. Képzeld el, nagyon haragudtam rá. Nem, mások is. Nem nézett rám. Egy másodpercig se. És olyan mérges voltam, hogy az volt egy pont, egy évig készültem, és mondom, én most lemegyek és lekeverek neki egy pofont. Kár, hogy nem tetted meg. Nem tettem meg. Nem igaz. De hogy most csak így végig gondolom, hogy mennyire akartam ezt, belegondolok abba, hogy te meg azt mondtad, hogy eljössz, és hogy ennek ellenére, hogy te neked sikerült, mégis kudarcként élted meg ezt az egészet. Senki nem értette, amikor én ezt provokáltam. Tehát én magam mentem elébe, én ezt sokszor szoktam megtenni, nem biztos, hogy jól csinálom, hogy beleállok akkor, amikor még nem biztos, hogy bele kell állni. De amikor már én úgy érzem, hogy nem bírok valamit, akkor én elkezdem azt forszírozni, és itt is ez történt, én elkezdtem 50 kilósra fogyni az 55-ből, és beszélni a Major Tamással, én voltam az utolsó Major Tamás osztály, Zsámbéki Gábor, Székely Gábor, szerintem nem kell megmagyarázni, aki színházba jár, hogy ma ők mit jelentenek a színház életben. És akkor én elkezdtem mondogatni, hogy én valahogy inkább nem szeretnék följönni a színpadra, hanem inkább hátulról, ha rendezném, ha ez lennék, ha az lennék. Most, ha egy színésznő nem akar színpadra menni, az nem jó jel.
az nem jó jel. Hát igaz, Álmos könyv sem ezt írja. Ez Álmos könyv sem ezt írja. És engem nagyon szerettek a tanáraim, nagyon nagy szerencsém van, vagy tiszteltek, de azt mondták, hogy kapok még egy fél évet, és gondoljam át ezt a dolgot, de akkor még keresztfél évben lehetett jelentkezni a bölcsészkarra, és miután én nagyon szerelmes voltam egy operatőrbe, és állandóan a filmművészetén, tehát mindig a rendezőknél voltam, felkészültem művészettörténetből, és keresztfél évben felvételiztem, és amikor felvettek, akkor oda tettem a majornak, hogy akkor itt van az én lehetőségem, hogy átmehetek a bölcsészkarra. És akkor mélyen egymás szemében néztünk, és ő is azt tanácsolta, hogy ha van egy ilyen remek lehetőség, akkor ezt lépjük meg. Rövid leszek, ez egy elképesztő nagy kudarc volt kifelé. Akkor 800-an jelentkeztek, te pontosan tudod, a színművészetire nem a média volt a cél, hanem a színészi pálya. És az én pályatársaim sem értették, a barátaim sem értették, az édesanyám sem értette, hogy én ezt miért forszírozom ennyire, hogy én innen kiszálljak. És évekig kudarcnak éltem meg, amire rájöttem, hogy én voltam a világ legnagyobb szerencsése, aki nagyon jókor váltott, és az évfolyam társaim meg az osztálytársaim azóta is küzdelmes pályát járnak be. Na, tényleg még lenne mit kérdeznem ezzel kapcsolatban, de talán vissza fogunk kanyarodni egy későbbi pontján ide, a visszaépítésbe. Tehát az életed során volt olyan, ami ilyen jellegű volt és visszaépítettél, viszont az István, aki megengedte, hogy tegeződjünk, bár abszolút a dohány ennek a beszélgetésnek, de azt mondtuk... Az idősebb. Igen, azt mondta a nővérem neki, hogy a médiában mindenki tegeződik, István pedig azt mondta, hogy hát ő vagy borászkodik, vagy vitorlázik, ott is ez megy, úgyhogy nem lesz probléma. Azt is hozzátett, hogy vagy iszik. Vagy iszik, igen. Igen, nem borászkodom iszik. Erre lecsaptunk. Szóval, én egy kicsit finomítottam rajta. Szóval, hogy István, a te esetedben, én azt mondtam itt az elején, ugye, hogy 50 éves korodban történt egy olyan váltás, ami miatt mondjuk úgy, hogy az ország megismerte a nevedet. Persze ez nem egyik napról a másikra ment, viszont gondolhatjuk azt, hogy 50 évesen egy sikeres vállalkozás vezetőjeként az, hogy úgy alakul az élet, hogy te azt eladod, és mondjuk így, hogy ugrasz egy fejest az ismeretlenbe, az egy nem is kudarc, de egy óriási váltás. És sokan a váltásoktól megijednek, és esetleg úgy fogják fel, hogy ez bizony hiba volt. A te esetedben mi volt az a pont, vagy mi volt az a helyzet, amikor úgy érezted, hogy te jó irányba léptél el? Én folyamatosan úgy érzem, hogy jó irányba léptem. De ez így van 17 éves korom óta. 17 éves koromban rájöttem, hogy nem leszek olimpiai bajnok evezős, és akkor nagyon jó irányba abba hagytam. Aztán dolgoztam egy külkervállalatnál, ott hagytam és elmentem Párizsba 5 évre kereskedelmi titkárnak. Aztán megint fordultam egyet, hazajöttem, vállalatvezető lettem, vagy 10-15 évre. Ez volt az ezt követő váltás volt, amit említettél. Nagyon jó ütemben, amikor úgy éreztem, hogy nekem már ez nem az én világom, nem ad semmit a napi jólétemhez, jó közérzetemhez, akkor elengedtem, és tulajdonképpen anélkül, hogy készültem volna erre a borászlétre, én bort ittam, mert Párizsban az ember iszik bort egész jókat is. Iszik itthon is azért. Igen, inni iszik. Ettől azért elég nagy a távolság, mire az ember elkészíti az első palasz borát. Tulajdonképpen úgy lettem borász, hogy beleestem, mint Pilátus a krédóba. Jött szembe egy újsághirdetés, és azt mondtuk, hogy Marival a feleségemmel lemegyünk, megnézzük ezt a pincét, amit hirdetnek. Hát egy nagyon szép rom volt az ország egyik legszebb helyén, és a következő fél órában megvettük a romot. A fiam, aki akkoriban bankban dolgozott, nézte a folyószámlánk egyenlegét, megállapította, hogy édesapám, akkor most elúszott az örökség. Torslusz pánikos a papa. Igen, de nem, alapvetően ő volt pánikban, nem én. Úgyhogy az elúszott örökséget, és azt mondta, te egyet lehet még csinálni, ezt az egészet leburkoljuk gránittal, így csinálunk egy nagy úszómedencét, és eladjuk valami hülye amerikainak. És ez egy teljesen józan meglátás volt. Ezzel szemben azon az őszön már születeltünk, és bizony Isten egész jó boraink lettek. Azért ma már meakulpázik, nem? Most már igen, most már tudja, hogy az örökség még mindig megvan valahol. Úgyhogy
Erre azért jobb figyelni, hogyha az embernek nagyszülei vannak, meg szülei vannak. De azon kívül, hogy jó ötletnek tűnt, volt még valami a hátul, ami, na ebből lesz valami nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog? Vagy egyszerűen csak hobbi? Nem, ez egy olyan épület volt, amiben más nem lehetett csinálni, csak borászatot, mert 150 éve úgy épült, hogy ez borászat lesz. És azt én fölmértem, hogy csárda ebből nem lesz, ebből borászatnak kell lenni, és ha borászat, akkor megpróbáljuk jól csinálni. És tulajdonképpen mi az ember életében lehet akár 4-5 nagyon komoly váltás is, és soha nem az előző életének a szakmai tapasztalatait kell továbbvinni, hanem valami szemléletet. Jól kell csinálni. És az ember jól egyféleképpen tudja csinálni, körülnéz, megkeresi azokat, akik értenek hozzá, körülnéz a világból, hogy máshol, ahol nagyobb folyamatossággal csinálták ezt a borászkodást is, hogy működnek, és egy idő után, ha szerencséje van, akkor jól fog működni. Nekem volt. Kriszta. András. Köszönjük szépen. Zé. András. Hát a te példádat azért én elég jó végigéltem. Tehát elmondanám azt, amikor a nővérem először közölte a családdal, hogy ott hagyja a Magyar Televíziót. Jó fizető állás, szerették a nézők, ügyes volt nagyon benne. Az apánk azt mondta, hogy kislányom, te hülye vagy. Tehát, ha de nem először mondta, akkor már... Jó, hát nekem is mondta sokszor, de azt most nagyon komolyan is gondolta. Már úgy értem, hogy nekem, nem először. Ja, értem. És hogy mi erről azért ilyen szinten nem szoktunk beszélgetni, nyilván a családi beszélgetések nem úgy zajlanak, hogy leülünk, és akkor, na most akkor mondd el, hogy ezt miért döntötted így, igen. Viszont az tényleg érdekes, hogy valaki azt mondja, hogy vannak olyan hatások, amivel nekem ezt nem éri megcsinálni. És ezt kívülről nézve, most így utólag azt mondom, hogy könnyű döntésnek tűnt, de mivel én ezt át is éltem, és tudom, hogy mennyire megviselt, meg egyáltalán milyen nehéz volt, mondjuk el azt, hogy ez benned hogy zajlott le, az a pillanat, amikor eldöntötted, hogy ott annak a sikeres karriernek ennél a ponton vége lesz. Az MTV-s első felmondásomra, vagy a második felmondásomra gondolsz? A kettő között én párhuzamot húzok, de mondjuk legyen az első, amikor a Híradóból felálltál. Oké, mert hogy miközben beszéltek mellettem, összeszámoltam, hogy összesen 6-szor mondtam föl, ebből 4-szer tévében, de összesen csak 3 tévében dolgoztam, tehát az egyik tévében 2-szer. Ez volt a Magyar Televízió, vagy akkor már MTV-á, amikor eljöttem, és valóban nem sok különbség van a kettő között, mert én már az elsőt is nagyon komolyan gondoltam, ráadásul Valentin napon sikerült bevinnem a felmondást. Ennek a barátságnak vége lett. Ennek a szerelemnek itt vége van. Nézd, ezek soha nem egyik pillanatról a másikra meghozott döntések. Én nekem a televíziózás, a nem tudom, audiovizuális tartalomgyártás, hogy ilyen csodálatosan fogalmazzak, a nagyon nagy szerelmem. Akit egyszer ez a mozdonyfüst megcsapott, ugye Gabi, az mindig is mozgóképben gondolkodik. Amikor ír... Én is tévézek egyébként. Ja, tényleg. Jó van, de te ilyen fura, de ilyen mandinerről jöttél, de erről majd mindjárt beszélünk. Szóval, hogy én amikor írok, akkor is képben gondolkodom. Nem véletlenül van az, hogy mit tudom én, a könyveim vagy a cikkeim olvasása után egy csomó olvasó ír, hogy ő látta maga előtt. Na, szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz egy ilyen döntést meghozni, és az ember szinte az utolsó utáni pillanatig tartja meg, azt gondolja, hogy ha ő valamit máshogy csinál, akkor tud javítani a helyzetén, hogyha esetleg a kollégáival létrehoz valamilyen egységfrontot, akkor meg tudja változtatni azt a változóban lévő szakmai környezetet és emberi környezetet, ami már-már elviselhetetlenné teszi a munkát, és akkor van egy pillanat, amikor azt érzed, vagy mert lefogysz 55-ről 50 kilóra, vagy mert kapsz egy csúnya tüdőgyulladást, mint esetemben is volt. Talán emlékeztek rá Adrival a feleségeddel, hogy pont jöttetek meglátogatni, hogy én ágyban feküdtem a felmondásom előtt nem sokkal, és ott volt időm átgondolni azt, hogy mit csinálok én itt. Itt valamit mozdulni kell. Szóval, amikor összegyűlt a pohárban már a víz, és van egy utolsó csepp, ami már nem emlékszem, mi volt, akkor túlcsordul az a pohár, és akkor én általában azt mondom, hogy na, itt van a vége, és nem tudom, mi lesz, de ez itt nem mehet tovább. De attól féltél? Nem tudom, mi lesz től? Hát igen, de nem természetellenesen. Inkább azt mondtam, hogy tartottam attól, hogy érted, nekem is van, tudod, volt autóhitelem,
volt a családnak jelzáló kitele, van is. Szóval persze, hát tudtam, nem tudom, hogy hogy fogunk élni, miből, de azt tudtam, hogy nekem ott emberileg és szakmailag nem vállalható az a környezet. És tönkre fogok menni benne, és ha én tönkre megyek, akkor kisugárzom a környezetemre, akkor abban tönkre megy a családom, minden, a barátainkra ható. Nem, nem jó így. És akkor léptem. A MPEG említett itt az anyagi részét a történetnek, hát az éjéknek a családi életében volt egy elég nagy anyagi törés, ami után ugye volt ez a, nem tudom, legendássá vált, de én minden esetre hallottam ezt a sztorit, hogy ültetek a Balcsiban a tesóddal. És ezt az Elviszlek magammal című műsorban mesélted. Lehet, hogy ezt az RTL-ben valaki mesélte róla, de nem tudom, lényeg a lényeg, hogy... Nem, hogy ezt ugye... az Elviszlek magammal című műsorban hallottad. Lehet. Minden esetre. És figyelj oda. De lehet, hogy az Adri mesélte, hogy az Elviszlekben látta. Az Adrián látta az Elviszlek magamban címűsak. Na, de visszakanyarodva. Mindig ezt nyomjátok egyébként? Visszakanyarodva. Mindig ezt nyomjátok? Mindig. Ja. Nagyon durva. Próbáljuk nem túl visszakanyarodva. Nyomjátok. Most nem te vezeted a műsort, hanem én. Viccelek. Visszakanyarodva, hogy ültetek a Balatonban, és... itt most csak arra akarok kiukadni, hogy sokszor látunk amerikai filmekben olyat, hogy hát volt egy ilyen ötlet, és abból lett valami elképesztő dolog. Valahogy a tietek ilyen? De pontosan ez, hogy, tehát azt a szituációt szeretném, ha leírnád, ahogy ez a beszélgetés ott lezajlott, és azt az érzést, amit akkor éreztél. Csúnya szavakat is lehet mondani? Abszolút lehet. Ér. Kell. Nem. Egy kicsit visszaugranék, mert most figyeltelek titeket, és tök érdekes dolgot vettem észre magamon, hogy mind a hárman elmondtátok azt, hogy volt az életetekben egy olyan pont, amikor ti úgy éreztétek, hogy betelt a pohár, és váltani kell. És aztán úgy tűnik, hogy ez a váltás, ez végül bejött nektek, és hogy nekem ilyen nem volt soha az életemben. De erre egyébként csak most jöttem rá, tehát olyan... Majd lesz. Nem tudom, jó, lehet. Fiatal vagy. Nem azért, mert fiatal az vagyok, mert lesz. Fiatalnak nézek ki. Szerinted? 40. Cseréljük. Köszönöm. Most ne alázzuk meg magunkat azzal, hogy csinálunk egy ilyen sikítozós közönség szavazást, hogy akkor sikítson az, aki szerint fiatalnak nézek ki. Na, tehát, hogy én igazából erre jöttem csak rá, hogy olyan vagyok, mintha rajtam nem lenne hátramenet, és én soha életemben ilyen döntést nem hoztam, hogy eljutottam egy pontra, amikor én beláttam, hogy valami nekem nem fog menni, és itt az idő, hogy váltsak. Valószínűleg a bölcsesség totális hiánya lehet egyébként, ami ezt előidézi nálam. Éppen ezért az én kudarcaim azok mindig elhatalmasodtak az életemben rajtam, és maguk alá temettek, és romok alól kellett kimásznom. Szóval biztos, hogy nagyon sok olyan pontja volt az életemnek, sőt, tudok is egy pár ilyet mondani, amikor nekem jóval előbb rá kellett volna jönni arra, amit ti akkor rájöttetek, hogy na, ezt eddig kell csinálni, és beleugrani valami másba. Na, és mivel nálam ilyen nincs, ezt azért kell megérteni, mert így lehet megérteni a lelkiállapotot a Balatonban, amikor ülök az öcsémmel, hogy mi nem voltunk hajlandóak nagyon sokáig belátni azt, hogy van egy dolog, amit nem kéne csinálni. Ez volt egy ilyen tönkremenő félbe lévő családi vállalkozás, hanem mi ezt egészen addig nyomtuk, amíg a végén aztán inkább kirántották ezt alulunk, tehát jött a NAV és elvitte a kocsit, meg lezárolták a számlámat. Szóval, de én addig is, tehát még akkor is csináltam. Tehát teljesen hülye vagyok. De mivel foglalkoztál? Tehát, mondd ki. Vendéglátással foglalkoztunk, tehát egy ilyen cateringes céget csináltunk, ami egyébként egy ideig jól működött, de valójában utólag már láttam, hogy nagyon sok intőjel volt, amikor nekem azt kellett volna mondani, hogy ez így be fog dőlni, de nagyon-nagyon fanatikus módon csináltuk a hülyeséget. Na és akkor így jutottunk el oda, hogy gyakorlatilag bekrepált minden. De tényleg, tehát az, hogy van egy vállalkozásod, ami mondjuk tönkre megy, ez egy dolog. Ez is nagyon kellemetlen, de én akkor mentem el a nagymamámhoz, hogy akkor a lakást, amiben lakik, azt is dobjuk bele, de azt is elbuktam. Akkor mentem az egyik haveromhoz, hogy még kéne egy pár millió forint, és ő meg volt annyira jó fej, máig haragszom rá, hogy adott pénzt, akkor azt is elszúrtam. Szóval, hogy én nem bírtam ezt megcsinálni. Kicsit ilyen, mint amikor így elfog így a játékszenvedély, és ilyen teljesen őrült dolgokat művelsz. És amikor már mindent elvesztettem, mert már nagymamámnak nem volt kecója, meg a haverjaimnak már nem mertem fölvenni a telefont. Hozzáteszem amúgy, mit tök jó fejek voltak velem mindig. Szóval, hogy akkor ebben az állapotban ültünk az öcsémmel a Balatonban, akkor már mind a ketten alkalmazottként dolgoztunk, hát
ő nem szereti ezt, hogy mindig fölhozom, azt szerintem nálad is mondtam, de annyira jól szemlélteti ezt az egészet, hogy ő matracokat árusított telefonos ilyen ügyfélszolgálaton keresztül. Ezt nálam az elviszlek magammal van, nem mondtad. Nem? Nem, de majd most, nem, majd fölvesszük ezt most. Szóval, hogy ő matracárus volt, én pedig egy ilyen rendezvényszervező cégnél dolgoztam, és mind a ketten nagyon érezték, hogy rohadt nagy gáz van. Lementünk a Balcsira, így szombaton, egy ilyen szabad strandon, tényleg ültünk egy sörrel a kezünkbe a derékig érő vízben, és akkor ott filózgattunk azon, hogy ebből a kakából hogy lehet kimászni. Tehát, hogy most már nincs haverunk, akit föl lehetne hívni, már Nagyinak nincsen semmije, az arany ékszerek azok már rég zaciba van, tehát nulla esélyünk van, és igazából nekem ennyire kellett lenullázódni ahhoz, hogy akkor így egymásra néztünk az öcsémmel tényleg, és akkor így mondtuk, hogy jó, akkor csináljunk főzős videókat, és akkor én majd híres leszek. És talán ez megment minket. És tényleg ez volt mindenféle... Ekkora mákot, de komolyan. Jézus! Tényleg, találjunk már ki valamit. Nem, mekkora mák ez, hát ez az igazi váltás. Na, de hogy előtte... Amit ti beszélgettek, mi a Gabival kitalálunk valamit. Most komolyan, tehát az nem egy váltás, hogy utána tökben ugyanazzal foglalkozott, csak kicsit nem itt, hanem ott, hanem így, hanem úgy, hanem... De előtte akkora izének kellene egy csődnek, mint az éjéknél. Tehát, hogy egyébként tényleg, tehát ehhez kell az, hogy ne legyen vesztenivaló, hogy nyilván. Tehát, hogy kell egy olyan ground zero, amikor totálisan teljesen mindegy, hogy... Jó, de engem csak egy valami izgat. Hol lakik a nagymama? Azóta ezt a problémát is menedzseltük egyébként. De köszi, hogy aggódsz értem. De ne haragudj, de hogy menedzselted? Vettél neki egy kecót? Hát igen, tehát nem én vettem kecót, de hogy visszakapaszkodtunk annyira, hogy mondjuk ő most már megint a saját lakásába tud lakni, igen. Tehát egy másikban. Szép tőletek, tényleg. De szerintem azért ez korrekt, nem? 86 éves. Az aranyat is visszakapta szegény? Nem, de azt lezsíroztuk, hogy azt akkor az bukó, tehát ezt fölírta. Hát valamivel szálljon be ő is, nem? Annyi, hogy ilyen könyveimmel, meg a magazinjaimmal kompenzálom, és hát ő egy igazi nagymama, tehát az, hogy lát a tévében, megbocsát mindent. Jézusom, Zé, ez nagyon jó. Esküszöm, nagyon büszke rám. És azon annak örülök, hogy nem Zé nagymamája vagyok. Ez egy nagyon kemény meló egyébként, vagy Zé bármilyenek. Most jut eszembe, hogy a Zé a hangja, tehát hogy ő szorgalmas, meg nem tudom, de ő is úgy kezdte, hogy így abszolút letolt az, hogy a bolynak az érdeke. Te is lassan, neked is lassan, tehát lesz, hogy a tantusz, hogy dolgozni kell, és akkor... Nem, egyébként ez nem így van, mert én nagyon sokat dolgoztam, szóval az a röhely egyébként, hogy... És ennek ellenére bukott be a cég. Hogy gyakorlatilag egyenes arányban minél többet dolgoztam, annál több pénzt veszítettem vele. Szóval tehát, sajnos ez nem tudom, rettenetes. De azóta váltottál. Igen. Igen, egyébként ezen teljesen alakítottam. Egy másik modell szerint. Ezért most tévézik, úgyhogy minél kevesebbet dolgozik. Hát ezt nem erősítem meg, mert azért azt tudom, hogy a konyha főnök azért, amikor a felvételek mennek, az kőkemény. Ilyen szempontból egyébként nem történt nagy váltás. Tehát én, és ezt tök jó lenne megfejteni, tök jó, ha ti megfejtitek, vagy bárki mondanám, hogy mi a franc történik most, hogy én pontosan ugyanannyit dolgozom, azt gondolom ugyanazzal az elánnal, és most amiket csinálok, azok ilyen sikeres dolgok, akkor pedig ugyanennyit, de tényleg higgyétek el, se többet, se kevesebbet, pont ugyanennyit melóztam. Amúgy van egy furcsa, van egy vicces csavar még ebben a történetben, amit viszont senkinek nem mondtam, még az Elviszlek magammal című műsorban. Na most figyeljetek! Hogy nagypapát is lehúztátok. De ez egy ilyen tök szimbolikus... Persze. Nem, a nagyfaterom az nagyon durva csávó, 92 éves, és egy fillért nem bírsz ki énekelni a zsebéből. Hosszú élettitka. Hát ő nem hülye. Akkor kört azért futottatok. Tehát ő ilyen mindig ilyen mosolyogva mondja, hogy kis unokám, hajrá, old meg valahogy. Na, képzeljétek el, hogy ez a bizonyos kéteringes cég, ami magával rántott minket, ez ott működött, abban a konyhában, ahol te is voltál, ahol a mostani stúdiónk van. És hogy ez egy ilyen tök vicces dolog, és ráadásul a kettő szinte alig függ össze egymással. Képzeljétek el, hogy oda úgy kerültem akkor, hogy kerestem egy helyet ennek a cégnek, ugye, tehát catering, kell egy nagy üzemi konyha, meg szakácsok, stb. És megtaláltam ezt a placot, és mondta a tulajdonos, ez a Cetvic család egyébként, 77 elektronika, nagyon jóba vagyok velük, és mondták, hogy van ez a felső helység, de valójában ez nem kiadó. Én csak kiszúrtam az utcáról, hogy ez egy konyha, ugye a kinézetében, és mondták, hogy valóban egy konyha, de ők ezt nem adják bérbe, az nem nincs benne a tervben, és kikönyörögtem, hogy adják oda. Ott működtünk éveken keresztül, majd tönkre mentünk, nekik is tartoztam egyébként egy csomó lóvéval, és képzeljétek el, hogy amikor aztán
túl voltunk a balcsin, meg összejöttek a dolgok, meg így beindult az egész, akkor én rájöttem, amikor kiderült, hogy nekünk kell egy nagy plac, akkor eszembe jutott, hogy van ez a konyha, és visszamentem hozzájuk, hogy igen, tudom, hogy még tartozom 2 millió forinttal, de most nem is ez a kérdés, hanem azt elengedték egyébként, esküszöm. És hanem megkérdeztem újra, hogy kibérehetném-e megint ezt az egészet. És mondták, hogy nem. Mondták, hogy a pénzt nem kell visszaadni, de nem szeretnék, hogyha én újra megjelennék ott ezen a helyen. És addig könyörögtem, ahogy mondták, hogy oké. Okay. Na és akkor ott működünk most. Tehát ott van a Street Kitchennek a stúdiója, átalakítottuk az egészet, de ott csinálunk mindent. Én egyébként szerintem egyszerű a kérdésedre a válasz, hogy mi történt. Illetve csak két dologból áll. Az egyik, hogy megtaláltad azt, amiben igazán jó vagy. Ez talán az egyik, nem? Tehát, hogy így, hogy most valami olyat csinálsz, ami jó, és hogy most megtalálta, tehát a csillagod most így ott van, úgyhogy most 8 kézzel, meg mindennek kapaszkodjál bele szerintem, nehogy ezt most elenged, mert ez most egy jó irány, jó minden, út. Minden végtagommal ezen dolgozom számotosan. Nem értek veled egyet, na. Mert szerintem pont ez a legnagyobb baj, hogy nem tudjuk, hogy mikor kell elengedni. Na jó, akkor úgy értem, hogy most, amíg ez így megy, és jó. Most igen, de amikor majd az én még mindig fogja. Akkor majd cserélhetek telefonszámot, és ezt akartam mondani, Gabi, hogy ezt akkor most megbeszélhetjük. Igen, hogy hallottátok a sztorimat, meg akkor ezt is figyeljenek oda rád, hogy mikor. Pontosan, tehát akkor vagyunk már szerintem annyira jóban. Hogy felhívhatjuk egymást. Hogy tegyétek meg, légyszi. Most hagyd abba. Így van, hogy Zé, abba kell hagyni. Ez gáz, igen, most ennyi, de tényleg, jó, köszi. István, a mondjuk így, hogy a legnagyobb üzleti tapasztalattal rendelkezve, szerinted egyébként most én próbáltam egy egyszerű választ adni, de van valami jó válasz arra, hogy az ének ez vajon mi miatt lehet, hogy most ez így összejött? Egyrészt szerencse kell. Tehát nem, még ha az ember rendesen fölméri is a dolgokat, akkor is a szerencsefaktor az olyan, amit senki nem tud előre 100%-os biztonsággal, hogy mellé áll, nem áll mellé. Szerencse nélkül nem lehet. De van még valami, ezen kívül egy üzletet rendesen elő kell készíteni, ennek szabályai vannak. Tehát aki ezt tanult, az tudja, hogy üzleti tervet készítünk. Költség, árbevétel, tehát a legprimitívebb dolgokat is el kell készíteni. Most csak mondom, hogy néznek rá, kikerekedett szemekkel. Költség. Én is lassan elkezdek kiaraszolni. Mert... Kell egy nagy itt idea. Nagy idea, és utána ki kell számolni, hogy ebből mi lesz. Én nem számoltam ki, de kijött. És van, amikor az ember egész nap számol, és nem jön ki semmit. Tehát a nagy ideát se lehet megsporolni. Most azért vagyok dühös ezekre a pályázatos vállalkozásokra, mert azt hiszik, hogy kitöltik a pályázati útmutatót meg a nyomtatványokat, és az már egy üzleti terv. Nem, a nagy ideát nem lehet megsporolni, tehát kell, hogy legyen valami, ami csak nekem van a fejemben, akkor ott, és érvényes. Azt nem kaptátok, meg összes mindenkinek szól ez a kérdés, hogyha valamilyen társaságban szóba került a ti újrakezdésetek, bármelyik, hogy persze nektek könnyű. Ja, de hogy nem. Nekünk most ja, is mi is. Nekem lányok, ugye, be volt zárva a kapu. Hol van az a 3 lány, akivel együtt jöttem be, ugye? És az volt, ja, neked úgyis kinyitják. És mentem a másik kapun, ugye? És kinyitották meg. Nem nyitották ki. Megkerültem a házat, és bejöttem a másik kapun. Szóval, pedig neked kinyitották volna egyébként. Kinyitották volna, de én például soha nem kérem ezt, hogy nyissák ki. Tehát én ezzel nem élek vissza soha, és nagyon utálom, ha valaki ezzel visszajön. De gondolom, hogy abszolút adódik a Krisztánál is, nálad is, István talán nálatok is, de itt más megközelítésből, hogy nyilván a lányoknál az, hogy az ismertségből könnyű volt újraépítkezni. Meg én ilyenek. Rendszeresen megkapom azt, hogy a VMN csak azért lett sikeres, mert engem már ismertek. És most, hogy 3,5 éves a VMN, és már réges-régen nem csak rólam szól, sőt, hanem arról a fantasztikus gárdáról, akivel csináljuk, meg mindenféle tartalomról, meg az olvasókról, még most is. Ez az egyik, amit megkapok. A másik az, hogy nekem könnyű, mert külföldi férjem van. Képzeljétek el, nekem könnyű. Ez nem őszinte a mosolya egyébként, csak szólok. Ez egy igazi minden emberben bennem, hogy ha azt keresi, hogy nekem miért nem megy, és másnak miért megy, akkor nyilván külső okokat próbálunk meg azonnal keresni, hogy hát különben ugyanazt tudnám. De ez nem így van, az van, amit te magad megcsinálsz. És nagyon rossz, hogy ugye a mi kultúránkban nincs benne a hibázás lehetősége. Egy közismert ember minden pillanata,
ha rosszat csinál, ha sikertelen. Nem, hogy elmutatsz, igen. Ugye? A legjobban dokumentált könnyű. Bukások. Igen, tehát hogy mindenki előtt buksz, mindenki előtt lóg az arcod, mindenki előtt ráncosodsz, mindenki előtt mondasz hülyeséget, mindenki előtt rossz a házasságot, ha rossz, és jó, ha jó. Szóval, hogy mindig mindenki előtt történik, minden ezt valahogy azért nem tesszük hozzá, hogy a bukások is mindenki előtt történnek. Jó, de akkor te hogy építkeztél föl? Tehát, hogy oké, nyilván nem így, ahogy az emberek ezt ugye elképzelik, de mondjuk a nagy kudarcaidból hogy építed vissza magad? Én folyamatban vagyok, még most is. Nekem nincs ki cél, hogy mondjam, nincs ilyen markáns cél. Máskor történt velem az, ami veletek. Én egy nagyon sikeres pálya utolsó éveiben mértem fel rosszul a helyemet, mert már rég nem szabadott volna ott lennem, ahol voltam. De nem gondoltam azt, hogy az errefelé fog tartani. Pont. És az nagyon fontos, hogyha az én megkérdezi, hogy és mitől, szerintem az nagyon fontos, hogy korszerű légy. Tehát, hogy felismerd, hogy te épp akkor, amikor azt csinálod, amit csinálsz, jó helyen csinálod-e, jó, mi kell hozzá, te mitől szól az, amit ő most jól tud, és lehet, hogy 5 évvel ezelőtt, vagy 10, amikor a Stahl elkezdett főzni, akkor ez nem ment volna át, mert akkor az kellett. És amikor én ezt csináltam, akkor én egy nagyon sikeres műsort készítettem, elképesztően piac, egy nagyon, 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 hogy mondjam, megbecsült piacon, borzalmas morális körülmények között, és amikor az ember valamit nagyon csinál, mint Zé, akkor nem látja, hogy annak mik lesznek a veszélyei, mert annyira élvezi a sikerét, annyira élvezi azt, amit csinál, hogy az elvakítja és nem veszi észre, hogy már régen kilökték a 4 szék alól, 3 láb már le van fűrészelve, és te már rég egyensúlyozol azon az utolsón, de még mondod. Hát ezt mondtam, amikor ugye erről beszéltem, és amikor az ember még az utolsó utáni pillanatig is próbálja maga megoldani valahogy. Tehát amikor a DTK Show-ban dolgoztunk, ott egy olyan csapat volt, akit én a televízión belül különböző műsorokból verbúváltam össze. Tehát azok az emberek ott az én hívásomra, az én ígéretemre, az én hívó szavamra jöttek és álltak össze egy csapattá. Előtte senki nem csinált showműsort, ez látszott is a műsoron. Azóta sem, hogy vigyázzanak. Na, de aztán együtt beletanultunk abba, hogy ezt mégis hogy lehet elfogadható módon űzni. És mire végre meglett a hangom, meglett a műsor hangja, a szerkesztők tudtak most már nem csak híradót szerkeszteni, hanem showműsort is szerkeszteni, és úgy az egész elkezdett összeállni, rájuttunk arra, hogy azért volt ez szar az elején, mert hogy talk show-nak hívtuk, és nekem abból a show nagyon szarul megy, a talk az meg jó megy, ezért több talk kell, és kevesebb show. Ez ennyire egyszerű. Na, és akkor mi erre megtaláltuk az egyensúlyt, addigra tehetben állom az a bizonyos pohár ott a tévében, mert ugye közben a háttérben mentek az irtózatosan nagy harcok, az ilyen kirúgások, meg olyan listák, ráteszik-e a szerkesztőmet a listára, azzal kihúzzák a műsor alól azt, végre megtanultuk, hogy kell műsor csinálni, erre kirúgják, szóval volt úgy, hogy síelni voltunk, 3 napra mentünk el síelni a családdal, és én éjjel 00:30-kor kaptam egy telefont a televízió egyik akkori középvezetőjétől, hogy ide figyelj, az XY rajta van a listán. És én nem akartam fölébreszteni a családot, bementem a WC-be, és ott kuporogtam a WC-n, és suttogva beszéltük, hogy akkor most mi legyen, most hazamenjek-e előbb, hogy bemenjek a vezérigazgatóhoz, és az asztalra csapjak, vagy könyörögjek, vagy sírjak, vagy mi legyen, hogy ne csinálják ezt a műsorra, és ebből volt naponta 10. És mire odaértem a stúdióba, addigra ugye már azt se tudtam, fiú vagyok-e vagy lány, de ehhez semmi köze a nézőknek. Miért kezdtem el ezt mondani? Ja, mert az ember még az utolsó pillanatig is küzd, meg az utáni pillanatig is küzd, és aztán, és amikor már úgy érzi, hogy semmi levegője nincs, tényleg semmi, akkor egyszer csak feladja, és nekem például az volt a legnagyobb fájdalom ebben, hogy azt a csapatot, akiről itt beszéltem az előbb, hogy úgy éreztem, hogy őket cserben hagyom, mert ha ez a műsor nincs, akkor őket szépen egymás után valahogy ki fogják csinálni. Ez is történt, már senki nem dolgozik a tévében közülük. Mondjuk mindenkinek jobb így egyébként, mindenki tök jó helyen van. De azért biztos van egy pont, az ember ezt tudomásul veszi, ez egy kicsit később, de az átlag ember egy normális időpontban, hogy most itt véget ért, akkor ott van egy...
Mondják azt, hogy ha az embert kirúgják, az olyan, mintha elveszten egy barátot. Körülbelül úgy éri meg pszichológiailag. Nálam nagyjából együtt szokott menni. akkor te még inkább tudod, hogy mire akarok majd kiukadni, hogy ezt a gyászt, ezt egy rövid idő alatt le kell dolgozni, hogy aztán az ember újra elinduljon egy úton. És mi az a pont, amikor el tudsz kezdeni belekapaszkodni valami újba, vagy inkább nálatok az a jellemző, hogy na most akkor megállok, és végigelemzem az egészet, és megküzdök, átrágom, nem tudom mi, vagy egyszerűen hagyjuk, és megyek az új felé. Hát azért én szeretem megérteni, hogy velem mi történik, tehát én azért szépen megcsinálom a magam harakiriét, tehát azt lehet mondani, tüdőgyulladás, ugyanígy, tehát ez úgy látszik, hogy tényleg az ember szervezete az beszél. Okos emberekkel, okos barátaim vannak, és én sorba hívtam őket, de nem kellett, mert jelentkeztek, és mindenki mondott valamit, és ebből az ember összerak magának egy nagyon jó kis képet arról, hogy mit gondolnak róla, őt hogy látják, az ő helyzetét hogy látják, milyen terveket, például üzletember barátaimmal nagyon, nagyon jókat beszélgettem, akik tök teljesen más logikával közelítettek, és az nekem sokkal többet segített, mint a szakmabeliek, mert a szakmabeliek annyira fixáltak, hogy azt gondolják, hogy nincs élete televízión kívül. És ez volt számomra a legborzalmasabb felismerés, hogy én, aki 27 évig napi műsort készítettem, minden nap a képernyőn voltam, nincs ember, aki ne tudna, hogy mit csináltam, hamarabb elengedem a televíziót, mint mindenki más, aki még mindig azt gondolja, de ne csináld, de mit fogsz csinálni? És kérdezett, hogy Jézus Máriám, hát mitől ez a félelem, mitől ez a zsigeri, borzalmas kielégületlenség? És akkor rájöttem, hogy azt hiszem, hogy én kielégültem. Lehet mondjuk az mondani? Jó. Lehet, ez nagyon nagy öröm. Bocsássatok meg, hogy én ezt bevallom. Én nekem ez megvolt. Szóval, hogy én nekem sikerem volt, jó volt, sokat csináltam, megettem a kenyerem javát. Innentől kérem szépen, én már csak a habot akarom nyomni a tortára. És én emellett döntöttem is. Ehhez képest gombolom a kabátot, és annak örülök, amikor itt vagyok, vagy olyan emberekkel találkozom, vagy olyan műsorba tudok dolgozni, amiben én már az én örömemet keresem. Nem a karrieremet keresem. Azt keresem, hogy én abba, hol tudok A. hozzátenni valamit, B. kapni belőle valamit. Gyakorlatilag ez az üzleti alapelv. Ja, ha pénzt keresek vele, az azért nem rossz. Az István mondja azt, ha jól tudom, hogy valahol ezt olvastam, hogy a siker nem mérce. Ugye? Tehát, hogy nem a sikerért csinálod, amit csinálsz. Nem, tulajdonképpen a feladatot a feladatért. Ha egyszer a feladat rám esett, vagy én elvállaltam a feladatot, amíg a végére nem érek, addig végig akarom csinálni. Ami nem azt jelenti, hogy csinálom akkor is, amikor már esélytelen. Megint rám néztek. Nem. Van egy olyan, hogy az ember jár le a pincébe, kóstolgatja a saját borait, és nem érzi azt, hogy hibás. El kell menni, hogy a másiké miért működik. Volt egy ilyen élményem, hogy Kairóból jöttem haza a repülőgéppel, és az ember ott a kifutóban már látja, hogy a melyik géppel fog menni, és láttuk, hogy a gép nem fog indulni, mert az egyik motort szétszették. És a kis barna bőrű fiúk ott szaladgáltak, és nyomokba se látszott az értelem az arcukon, és mondta, ezzel fogunk felszállni, ebből gáz lesz. És akkor telefonáltak, kérdezősködtek, és átszaladgáltak az egyik motorhoz, egyik motor az működött. Beindították a működő motort, és szaladgáltak át megnézni, hogy az miért működik. Na most ezt a módszert javaslom mindenkinek. Tehát folyamatosan meg kell nézni, hogy a másik miért működik még mindig. Nos, hogyha a másik is leállt, akkor rossz hírem van, akkor valószínűleg nem fog elindulni már ez se. Tehát tulajdonképpen az embernek minden pillanatban tudni kell azt, hogy a vállalkozása hol tart, van egy életpályája, az életpályáján fölfelé megy, tetőzik, és amikor tetőzik, akkor kell kiszállni. Ha már lefelé megy, már ki se lehet belőle lépni, mert akkor az már csak viszi magával. Bocsánat, azért látom, hogy mondani szeretném, hogy csak még egy dolog, hogy azért most már 17 éve borászkodsz, ugye? Már az is 20. Ezt még nem értük el? Nálad ezt a pontot, hogy... Akkor fogjuk elérni, amikor a fiam megkapja. Oké, tehát amikor apáról fiúra száll. Bocsánat, azért láttam, hogy mondani, hogy ne haragudj, csak ezt kíváncsi voltam.
Már nem is tudom, mit akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy nálam azért is peckó a helyzet, mert hogy amikor én csak üzletember próbáltam lenni, azt most ugye őszintén elmondtam, hogy ez nem ment, és hogy most viszont nekem nagyon oda kell figyelni arra, hogy üzletemberként is jól működjek, és amennyire ti mondtátok, hogy ugye megvádolhatják az embert azzal, hogy persze, mert mondjuk tévézel, neked könnyebb, hogy én ezt szeretném viszont így előttetek bevállalni, hogy én nekem itt tényleg az. Tehát, hogy van ez az oldala is ennek a dolognak, mert én azt gondolom, hogy azt, amit én most tudok csinálni, és ez az üzleti része, az, hogy van egy stábom, hogy még kiadunk könyveket, meg magazinokat, meg csináljuk a videónkat, meg gyártunk főzőműsort az RTL-re. Ezeket én azért tudom megcsinálni, mert hogy ismert lettem. Szóval, hogy én nem akarom azért ezt a részét sem. Na jó, de itt a kérdés az, hogyha most jön egy hirtelen kudarc, akkor vajon ére valamit az, hogy te tévéztél addig? Na, én azért nagyon az elején vagyok ennek, tehát 3 éve van ez, hogy én benne vagyok a tévében, és engem fölismernek az utcán, úgyhogy ez még ezt nem tudom megmondani, hogy pontosan hogy fog működni hosszú távon, de most én vállalom, és főleg egy ilyen őszinte beszélgetés során fölvállalom, hogy én ebből tudok előnyt kovácsolni. És én például a Street Kitchent, meg az egészet azért tudom most ennyire jól csinálni, mert van egy ilyen háttér, ami a média jelenlét és az ismertség. Egyébként, bocs, még egy dolog, hogy én azért is szoktam felvállalni mindig ezeket a kudarcaimat, mert képzeljétek el, hogy én úgy jelentem meg az emberek előtt, mint a csávó, aki elkezdett főzögetni, berakták a tévébe, jött a konyhafőnök, sikeres lett az egész, és most nekem ilyen minden nagyon szuper, és engem ez elkezdett frusztrálni, mert én nem szeretnék ennyire sikeresnek látszódni, mert ez egy fals kép, és azért én elkezdtem lenyilatkozgatni, például az Elviszlek magammal című műsorban. Hogy... Van olyan valaki, aki még nem tudta, hogy van egy ilyen műsor, hogy Elviszlek magammal? Szóval én direkt azért vállaltam föl, mert én úgy éreztem frankónak magamat, meg ezt az egész történetet, hogy engem nagyon idegesítene, ha engem úgy néznének az emberek, hogy a csávó, akinek mennyire minden összejött, és ezért tényleg szeretném, hogyha látnák, hogy nekem mennyire nem jött össze minden, és hogy mennyire padlón voltam, de ugyanakkor ebben a szitúban meg ezt szeretném fölvállalni, nekem óriási segítség az ismertségem. Krisztó jelentkezett. Igen, két dolog jutott erről eszembe. Az egyik az, és akkor most a másodikkal kezdem, hogy amikor ugye az Zé aktívan elkezdett arról beszélni, hogy de nekem volt kudarcom is, a másik meg az, amit a Gabi mond, amikor kiválóan dokumentált az ember kudarca, föl lehet menni a YouTube-ra, meg lehet nézni minden hibáját szinte, vagy föl, nem tudom, van egy régi Magyar Nemzet, aminek a 7. oldalán még Bájer Zsolt volt a fő publicista, és írt egy egész oldalt arról, hogy én milyen hibát vétettem Vatikánban, nem tudom, hogy valaki emlékszik erre, remélem. Én emlékszem. Hát, tudom, hogy te emlékszel rá. De hogy az volt minden esetre a másnap a vezércikk, hogy Lucifer Détót Krisztát alkalmazná. És mondjuk akkor, nem rossz cím. Mondjuk nagyon jó cím, de a lényeg az, amikor egy egész oldalban elkész téged Bájer Zsolt, akkor annál nagyon sokkal mélyebbre nem tudsz ugyan értékelésben, meg tényleg tudom, hogy nézd meg, hogy ki mondja, meg mit tudom én, mindent nézd meg, de attól még én Brüsszelben voltam akkor már másnap is, és olvastam ezt, és tehát pedig Brüsszelben nem ismert senki, de hogy az utcára nem volt kedve, meg nem mertem kimenni. Olvastatok mostanában a cikket a Bájer Zsoltról arról, hogy tévézik. Volt valami ember, aki ezt megírta? Csak kérdezem, Krisztán. Van műsora? Ja, van. 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 Echo TV-n van. Van saját. Jó. Nem nézek tévét, azon is csak a Spektrum megy. Tudod? Vagy nincs tévém, azon is csak a Spektrum megy. Ezért kell a Spektrumhoz szerződni, gyerekek. Amúgy gratulálom. Mert amúgy is csak a Spektrum megy a nem létező tévén. Köszönöm szépen. Na, szóval ez az egyik, amit akartam mondani. Elmondjam ezt a történetet? Essünk túl rajta? Persze. Mert hogy senkinek Igen. Nem volt meg ez. De van akinek megvan? Vagy mindenki nagyon-nagyon... Jó, ott a barátnője, vagy két embernek. Jó, na ez jó sztori lesz, figyeljetek. Essünk túl rajta, én ezt még soha nem mondtam el sehol, mert mindig sunyogtam, hogy inkább felejtsük el. Na, következő dolog történt. Rölgjél már előre. Lényeg az, hogy életem baki a következő. Én Brüsszelben voltam tudósító, és a Magyar Televízió úgy gondolta, hogy a pápa választó konklávéról a brüsszeli tudósító tudósítson a Vatikánból valamiért. Mert hogy itt van a szomszédban, vagy nem tudom. És elküldött engem egy szál magamban, operatőr nélkül, gyártásvezető nélkül, szerkesztő nélkül, menjél, azt old meg. Amit ők nem tudtak akkor, hogy én akkor már várandós voltam a kislányommal, még senki nem tudta, mert még nem értük el a 12 hetet, ezért aztán sunyiban én terhes is voltam. És elmentem a Vatikánba,
és hát megoldottam a feladatot. Azt hiszem 12 különböző műsort tudósítottam egy nap alatt. Volt, amikor műholdat kellett foglalnom, megkeresnem itt, amilyen közben információkat kutatni, szóval dolgoztam. Ügyesen megágyaz, most figyeljetek. Hát figyelj, így föl kell építeni a sztorit. Már ezt a Duma Színházban elmondtam egyszer, képzeljétek el, mert hogy fölléptem egyszer a Duma Színházban. Stand-up-hoz is? Nem, azt nagyon szar vagyok stand-upba, de meghívtak valamiért, biztos ezért a sztori. A lényeg az, hogy nagyon sokat dolgoztam, és volt egy utolsó bejelentkezésem az Este című műsorban, amelynek Krizsó Szilvia volt a műsorvezetője. És Krizsó Szilvi megkérdezte tőlem, na, hogy addigra már megvolt az új pápa, Ratzinger bíborost választották pápává, 16. Benedekké, és Krista, és akkor mi történt, amikor megtörtént a nagy döntés, mi volt, milyen volt a hangulat a Szentpéter téren, és akkor én ott álltam, és mondtam, hogy hát képzeljétek el, hogy az volt, hogy itt összegyűlt 10 000 ember, és felszállt a megfelelő színű füst, és a Szentpéter téren elszabadult a pokol. Sokkal rosszabb mondatot nem mondhatott volna, nem? Köszönöm, András. És de folytattam utána, mint ami sem történt volna, hát ez a magyar nyelvben egy állandósult szókapcsolat, nyilván nem arra gondoltam, hogy kiugráltak a kis ördöggyerekek, azt nem tudom, bár Ratzinger bíborosnak ugye van azért a múltjában néhány olyan történet, ami miatt akár még. Na, a lényeg az, hogy utána lement a műsor, amire visszaértem a hotelbe, 35 telefon nem fogadott hívásom volt, abból 34 a főnököm. Mondta, hogy így megvan-e, hogy úgy nagyjából mit mondtam, és akkor mondtam, hogy nem, nem értem. Tök jól sikerült, egész nap végig nyomtam, azt hittem, hogy meg akar dicsérni. Erre mondta, hogy hát azt mondtam, hogy elszabadult a pokol. Azt a... Nem hiszem el. És akkor először így ezen nevettünk, egészen addig, amíg ez erre nagyon-nagyon ráugrott a sajtó. Na, szóval azt kell tudni, amit én utána kaptam, egyébként részben nyilván jogosan, ez egy hülyeség volt, kiszaladt a számon, mindenki azt a tudósítást nézte, mint kiderült a Magyar Püspöki Konferencia tagja is, akik egyébként, és ez adta nem meg... Nem értették a humort. De, képzeld el, értették, de jó. Az adta meg ebben az egészben a feloldozást, mert utána tényleg én napokig sírtam, és azt mondtam, hogy ez mekkora hiba, mert utána talán a reakciótól buktam ki inkább, azon, hogy nagyon el lett ez túlozva. Igen, ez egy hülyeség volt. Ez kiszaladt a számon. Van, aki a mai napig azt követeli, hogy engem tüntessenek el mindenféle képernyőről, mert egyszer hibáztam. A sajtó reakciójától buktam ki inkább. De lényeg az, hogy egy héttel később fölhívott a Magyar Televízió akkori vallási szerkesztőségének a vezetője, és azt mondta, hogy ő beszélt a Magyar Püspöki Konferencia tagjaival, ahol igen, és mondta, hogy hát, hogy püspök urak is nézték az adást, mondom, igen, és hát az az igazság, hogy ők nagyon jól szórakoztak, és szerintük ez volt a nap tudósítása, és egy picit se keseredjek el, mindenki hibázik, sőt, szerintük ez nem is hiba volt. És akkor én azt mondtam, hogy jó, akkor, hogyha a Magyar Katolikus Egyház engem feloldoz, akkor jó katolikusként én ezt a feloldozást elfogadom, eldobom a mi atyám, vagy a rózsafüzért, és akkor dolgozom tovább. És az van, gyerekek, hogy a kudarc, bárhonnan is jön ez, kívülről, belőled, nem tudom, bárki is nagyítja óriásira, hogyha egyszer eléred a béka feneke alatt -10-zel a padlót, vagy nem is tudom mit, a mélypontot, a föld magmáját, és ha egyszer ott jártál, és megtapasztalod, hogy te másnap, amikor fölkelsz, akkor is ugyanaz az ember vagy. És hogy nem, igazából nem az határoz meg téged, hogy mekkorát hibáztál. Az is te vagy, de hogyha képes vagy fölállni és onnan elruhaszkodni, és fel kell a nap máskor is, vagy a következő nap is, akkor onnantól kezdve már nagyon nagy baj nem történhet. És nekem az akkori kudarc, az baromi sokat segített abban, hogy most bátor legyek, és kockázatot vállaljak, például a VMN-nel, például a felmondásokkal. Figyelj, engem már nagyon nem lehet megrángatni a sajtóban. Tehát akiről egy egész oldalt ír Bájer Zsolt, úgyhogy Lucifer is őt alkalmazná, azzal most mi történhet? Érted? Tehát, hogy kellett. Ez kellett ahhoz, hogy én ma az legyek, aki vagyok. Hát egyfelől abszolút így van, viszont mindig van lejjebb. Nem, mint a Lucifer? Nem, mindig van lejjebb. Tehát, hogy... Grand Zero-ról nincs lejjebb, nincs. Csak nincs. Fölfelé van. Ez nem igazi kudarc, Krista, mert te aznap sikeres voltál. Te magad számára úgy mentél haza, hogy megoldottad azt a feladatot. Te attól féltél, hogy veled mit csinálnak, de te magadnak megoldottad a feladatot. Igen, de tudod, Gabi, aki nyilvánosság előtt él, az hozott egy olyan döntést, hogy ő neki az identitásához mostantól, ha tetszik, ha nem, hozzátartozik az, hogy mit gondolnak róla.
kilépsz az ajtón, és mit gondol az az ember, aki meglát első pillanatban. És te meg én, Zé sem, Andris sem, nem tudunk úgy kilépni az ajtón, hogy ne gondoljanak rólunk valamit. Nem azt, hogy de jó szemüvegkerete van, hanem azt, hogy köszönöm szépen. Azt, hogy kitört a pokol. Igen, kitört a pokol, az se rossz. Amúgy lehetne sokkal durva, mert lehetne pornós múltad, és akkor azzal kéne mindig kilépni. Erről jut eszembe. Az is van. Nem, nincs. Majd először nem, erről jut eszembe, amikor az András fölvette a D betűt, képzeljétek el, akkor fölhívott előtte, hogy akkor már az RTL-ben dolgozott, és képernyőre került, és ugyanaz volt a hírigazgatója, mint nekem, a Kotrocó Róbert, és én is az ő hatására vettem fel a D betűt, mert ugye mi született tótok vagyunk, de hát ez egy annyira patinás név, hogy ez a harmadik legnépszerűbb vezetéknév, vagy leggyakoribb vezetéknév, mert ezt nem választja az ember Magyarországon, úgyhogy valami kéne valami előtag, és akkor így lett a D az én gyerekkori becenevemből. És akkor fölhívott a Bandi, hogy figyelj, hát az igazság, hogy itt ez a képernyős feladat miatt föl kéne bennem egy betűt, mondja a Kotrocó, hogy mi lenne, hogyha a D betűt venném föl. És akkor mondtam neki, hogy hát ide figyelj. Oké, csak ne pornóz vele. És akkor ezt megígérte, és szerintem csak ezért nem pornózik, de a lényeg az, hogy így lett az Andisból D-tót. Na, akkor ezt is megtudtuk, hogy nem pornóztott egyikünk se eddig. Bár a D, az, vagy igen. A Z. De lehet, hogy a Z pornózott, viszont arra nem szeretnénk tudni, jó? Tehát, hogy az pornós, a Z. Z, hát az nem, az olyan hangyás. Na, tehát azt mondja az István is, hogy a Grand Zero-nál nincs lejjebb. De neked volt ilyen pontod egyébként, Grand Zero? Mert most így, hogyha az ember végigolvassa az életedet, vagy hallja a történetedet, igazából egy nagyon klasszikus történet a tied. Mindig az előzőnek a vége volt a Grand Zero, és ennél indult az új. Mert amikor az ember abba hagyja, akkor még abba hagyta, ott hagytam a szakmát, ott hagytam a céget, ott hagytam az addig. Az embernek le kell avval számolni, valaki volt egy közegben, előre köszöntek, számított a véleménye, és leraktam a irodám kulcsát, a kocsi kulcsot, kimentem, és a portás se köszönt már. És ha az embernek ez fáj, akkor ez zéró. De ha nem neked fájt? Nem érdekelt. Nem érdekelt. Az ember körülbelül sejthető, milyen reakciók elfelejtik abban a pillanatban. Tehát a fontosságod az a pozíciódhoz, a helyedhez, de ezek a kapcsolatok, ezek a barátok, ezek marhára nem számítanak. Azok meg, akik számítanak, azok megjöttek velem tovább. Tehát tulajdonképpen az embernek van egy hátországa, családja, baráti köre, akkor nem omlik össze attól, hogy azt írják róla, amit a hetedik oldalon. Összeomlik egy picit, mert hogy szerintem mindennek van ideje, az önsajnálatnak is van ideje. Egy picit. Csak nem szabad nagyon, beleragadni. Nagyon picit. És egy jó pohár bor mellett lehet. Sokat segít a dolgon, így egy van. Egy picit, és bor. Utána el kell tudni, tényleg utána föl kell kelni, ki kell kelni az ágyból, és el kell menni dolgozni, és akkor onnantól kezdve kezd rendelni. A Gabi ennél a részén nagyon bólogatott, hogy mondjuk az Isten azt mondja, hogy kilépett az ajtó, és már portással köszöntett, hogy volt ilyen tapasztalat, hogy neked is, nem tudom, valamelyik tévésnél, hogy azt érezted, hogy eddig megvolt az a respekt, és most meg már nincs meg? Nem, a respektet soha nem. Most kérem, ne értsétek félre, de a respekttel nincs baj. Meg a respektel sose volt baj. De azt a vak is látja, hogy mennyire rendezi át az emberi kapcsolatokat a pozíció, vagy az épp akkori helyzete az embernek, és a barátságokat is. Erre persze lehet azt mondani, mint ahogy az én bölcs barátaim megmaradt barátaimra egy része mondja, hogy van a kapcsolatok, amik elfáradnak. Én azért ekkora felmentést nem adnék. A Krisztának én meséltem erről, és aztán meg is kértem, hogy ne menjen le a műsorában az a történet. Abban a bizonyos műsorban. Mert úgy éreztem, hogy én annyira markánsan fogalmazok, hogy ezzel ítéletet is mondok valaki fölött, és ettől még mindig próbálom magamban visszanyomni, hogy ezt ne tegyem meg. De igen, tehát egy nagy vízválasztó, amikor egy ilyet dönt az ember, és nem azért, ami velem történt, hanem azért, mert azt látták, hogy én abban nagyon elszánt vagyok, hogy én amellett kiállok, hogy ez erkölcstelen, és hogy ott valami nincs rendben, és hogy így nem szabad. És nyilván mindenki osztott-szorzott otthon, és amikor rájött, hogy ő a másik oldalon áll, akkor döntenie kellett. Azt hiszem, most elég szofisztikáltan mondtam el, nem? Szép és kultúrált volt minden, igen. De szerintem mindenki érti. Még az érdekel nagyon, hogy a közvetlen környezet ítélete mennyire volt fontos. Tehát azt megemlítettem, hogy az apánk lehülyézett,
amikor nyilván féltésből, gondolom én, de azért a féltésből az ember mond durva dolgokat, és a kudarcoknál lehet, hogy a közvetlen családtagok, barátok véleménye az még egy durvább kés a szívbe, vagy nem tudom. Tehát, hogy volt-e ilyen tapasztalat, és ezt hogy sikerült átugrani? Ez mindenkinek szól. A hülye az családi terminus technikus nálunk, tehát ez semmit nem jelent. Jó reggelt. Vállon veregetem, és megmondom neki, hogy hülye. Hát ez, szerintem ez, nem hiszem, hogy ez sokat számít. A közeli az nem fájt annyira? Volt ilyen, hogy mondjuk valaki azt mondta, hogy István, ebben nagyon nem kellett volna belevágni, és ez ott úgy valamit elindított. De volt, de végül is még a legközelebbi ismerőseim, családtagjaim se tudták, hogy tehát még az ő véleményük se számít bizonyos helyzetben. Az ember csak saját maga tudja, hogy abban a helyzetben megtette-e azt, amit az ügyben tenni lehetett. És ezt nem lehet sikerrel mérni, mert az adott esetben lehet egy kudarc, mint végeredmény. De ha én megtettem mindent abban az ügyben, és a legjobb tudásom szerint a talentumaimat úgy használtam, ahogy kaptam, akkor ennyi volt, és teljesen mindegy, hogy mit gondolnak róla, ezt belülről tudom eldönteni, épp még a borainkkal is így vagyunk, hogy nem érdekelnek a borversenyek, nem érdekelnek a külső bírálók, leülünk hárman kollégákkal, akikkel körül ugyanazt gondoljuk, és ha nekünk tetszik, akkor a bor rendben van. Ha a bor volt olyan, hogy kapott valami nagy aranyat, vagy valami nagy minősítést, és talán nem vittük ki a piacra egyszerűen. Azért, mert azt mondtuk, ez a mi mércénk szerint nem az. Tehát csak a saját mércénk számít. Ez ide nagyon nehéz eljutni. Tehát, hogy azt, hogy valaki a maga középpontjába kerüljön, és ott megtalálja, tehát visszakerüljön, mert mindenki úgy születik szerintem, hogy úgy rendben van magával, aztán mindenféle, kezdődik a szüleinkkel a különböző behatások, a megfelelési kényszereink ugye elkezdődnek már neveltetésünk során, és odáig visszajutni, amit most mond az István, az abban nekem például nagyon nagy melón van, és mondjuk a VMN-nel, ugye nekünk a krédunk egy része is, hogy ez nem az a hely, ahol bárkinek meg kéne felelned, és minket sem az hajt, hogy megfeleljünk bárkinek. De ezt napról napra baromi nehéz végrehajtani, vagy fenntarthatóan, mert óhatatlanul akár egy kommenttől is, vagy egy mint a három kommenttől is kiborul az ember, hogy basszus, az olvasónak nem tetszik az, amit csináltunk, mert hát a nagyszámok törvény alapján nem fog mindenki tetszeni, vagy minden tetszeni mindenkinek. De az, hogy odáig eljuss, hogy tényleg csak a saját belső szabályrendszerednek, meg elvárásrendszerednek akar megfelelni, hát az szerintem egy boldog ember, aki maga mellett tud olyan embereket, akik... Hát ahhoz el kell támogatni, ahhoz el kell engedni. Sok mindent el kell engedni, meg az ember tudomásul össze, nem mindenkinek készítünk bort, nem mindenkinek készítünk műsort, és adott esetben az emberek 80%-a utálja az ét. Azért ne túlozzunk, szerintem maximum 70. Csináljunk egy sikítós tesztet. A 20% óriási üzlet. Tehát a 20% elég imád téged. Milyen humora van, mi vállal? Attól függ, hogy mi a ki, milyen populációt vizsgálunk. Nem, most a boroknál is így van. Tehát az ember azt, hogy ez a bor, egyébként minél magasabb szinten van egy bor, annál kevesebb emberhez szól. Tudom, hogy ez már csak a fogyasztók 0,5%-a. Hallottátok, minél magasabb szinten van, annál kevesebb emberhez szól. Nagyon rosszul hangzik, de egyébként van. Ez nem, igen, vagy ez ijesztően van. Hangzik. Én egyébként vállalom azt, hogy én például egy teljesen mainstream csávó vagyok, tehát nálam ez a szám azért nem állja meg a helyét, tehát biztos, hogy nagyobb. De nem, ezt most nem azért mondom, mert megsértettél véletlenül sem, hanem csak, hogy legyünk statisztikailag korrektek. Egyébként... Hova tennéd ezt a számot? Egész véletlenül van ad a statisztika, nem? Nem, hanem... Mert akkor mégis megsértettem. Nem, egyáltalán nem. Csak dehogy finoman. Is. Nem, hanem itt megint hogy ugye mit szólt a környezet, meg hogy mennyire kell megfelelni a bárkinek az elvárásnak. Hát képzeljétek el, hogy mi azt találtuk ki abban a szituban, amit ugye most elmeséltem, hogy az öcsém vágó és operatőr lesz úgy, hogy nem tudta, hogy ezt hogy kell csinálni, és a YouTube-on nézte meg, volt egy ilyen How to Cut a Video nevű ilyen tutoriál, és azt abban megnézte. Gondolhatjátok, én pedig soha nem szerepeltem kamera előtt, és még az öcsém előtt is izgultam. Tehát csak ketten voltunk ott, és tök para volt az egész. Hát, nagyon édes tél, ez a vakló esete, nem? Gondolj, hogy bátor vagy vak. És a szomszédaink és a barátaink, amikor kérdezték, hogy mi valójában mivel is foglalkozunk hétvégenként, mi ez az egész, akkor mi elmondtuk, hogy mi tévéműsor gyártunk. És
és nem tudtuk elmagyarázni, és gondolhatjátok, ráadásul akkor nem tudom, hogy ki az, aki itt a legelején így követett, vagy találkozott velem, akkor még az volt ennek az egésznek a neve, hogy szárnyas ízvadász. Ami meg ráadásul még volt benne még egy csavar, egy szörnyű nagy baromság, hogy én majd siklóernyővel fogok elrepülni mindenféle izgalmas helyekre, és majd ott leszállok, és ott főzök. És amúgy, ha hazamentek, akkor lefekvés előtt nézzétek meg házi feladat, hogy van, mert ez fönn van természetesen az internet, nem felejt, szóval fönt van ez a, amikor én egyekre elrepülök. Siklóernyővel leszállok, és ott összerittyentek valamit, aztán felszállok az ernyővel, így integetek így lefelé, és eltűnök a semmibe. És akkor mi azt nagyon komolyan gondoltuk, egyébként elmondom miért, mert pont az volt bennem, hogy az nyilván nem lehet, hogy önmagában az, hogy én főzök, az bárkit is érdekelne. Tehát ott még én is úgy voltam vele, hogy azért itt ez nagyon kicsi százalékban működik. Jó csából vagyok, de ennyire nem. És nem, de abban biztos voltam, hogy ez így nem fog működni, és a siklóernyőtől vártam egyébként azt, hogy kihúz a csávából. Mert azt úgy milliók imádják. És aztán, mert azt hittem, hogy akkor tényleg különleges leszek. Valahogy fel, mert az, hogy valaki egyszerűen csak sármos és jól főz, arra ott van a Bede Robi például. És ezért én azt gondoltam, hogy nekem ki kell találni valami izgalmasat. És aztán hála Istennek rájöttünk arra, hogy ha a siklóernyős részt kihagyjuk, akkor megugrott a nézőszám, szóval valójában tényleg kiderült, hogy a kutyát nem érdekelt a siklóernyőzés. De egyébként az, hogy az ember, nekem ugye nagyon furi, hirtelen kaptam minden visszajelzést, mert azért nálatok ez így fölépült valahogy, érted? Nálam ez az volt, hogy egyszer csak fogtam magam, elkezdtem tolni ezeket a videókat, először az Indexen, aztán amikor fölhívtak az RTL-től, hogy a kolossiék látták ezeket a videókat, és ez tök menő, valamit találjunk ki, akkor engem így bedobtak oda a konyhafőnökbe, de mindenféle felkészülés, meg ráhangolódás, minden nélkül. Nekem el kellett magammal hitetni, hogy az a csávó, aki egyébként tényleg az utolsó fűszáként kapaszkodik ebbe az ötletbe, az egy évvel később ott áll az RTL stúdiójába, ami persze nem olyan nagy dolog, meg nektek, meg aztán pláne egy rutin. De hogy nekem azt tényleg el kellett hitetnem magammal valahogy, hogy én erre alkalmas vagyok. És természetesen nagyon sokan segítettek abban nekem, hogy ennek az ellenkezőjét gondoljam. Tehát azért negatív kritikát azt főleg az elején. Amúgy tök érdekes, én azt vettem észre, hogy az embert egy idő után a közvélemény megszokja. Szóval nem tudom, hogy erre volt a Györfi Miklós kiváló példája, és azt mondta, hogy ha egy WC-kefét nagyon sokáig oda tesznek az emberek elé, higgyék el, senki nem fog ezért már szólni, hogy ez WC-kefét. Na, erre én egy tök jó példa vagyok. Nekünk ezt pucér seggel tanították az egyetemen, de igen. Én is úgy hallottam, hogy mesztelen seggel. Sőt, én azt hiszem, hogy volt is ilyen tanulmány Amerikában. Tehát, hogy volt valami kis kábelcsatorna, ahol nyomták ezt, hogy pucérfenék, vagy valami, és akkor az emberek egy idő után hol a seggel. Velem kísérleteznek. Tehát én vagyok a demo. Mesztelen seghez képest sokkal. Egyébként abban nem értek egyet, hogy ez nem nagy dolog, mert nagyon nagy dolog. Tehát hirtelen kaptál egy óriási nagy feladatot, amit szerintem meg is ugrottál. Tehát, hogy az a nézettségben látszik, hogy nem riasztod el a nézőket. Bármennyire dolgozol ezért. Nem tudjuk, hogy néznék a konyhafőnök, ha nem lennék benne, mert ugye én vagyok az, aki sose cserélnek. Semennyire nem néznek, ne viccelj. Viszont mint Stól András, te is csináltál valamit, ami már emlékezetes, nem rossz dolgot, hanem jót. Ugyanálló volt ez a lezárom a szavazást, nálad meg ez az óra indul, és ez nem, már... elindul most. Jó, bocsánat, én nem is tudom pontosan idézni, de már van valami amizés. De hogy azt a Gabitól ezt meg akartam kérdezni, mert hogy mondja itt az ezt, hogy valami kell, valami, amitől más lesz a műsor. Tehát, hogy mintha nem lenne elég az, hogy te vagy, és főzöl, hitelesen valamit csinálsz a képernyőn, vagy egy csomószor megkaptam azt, amikor újba fogtam, hogy de mitől lesz más? Hogy ez mitől lesz különleges ez a talk show? Ez neked tudom, nagyon nehéz dolgod volt, Krisztán, mert te egy nagyon beszabályozott műsorból kellett, hogy egy tökéletesen másik végletet csinálj. És én ezért őszinte leszek, mindig is azt gondolom, hogy te pekes voltál ebben, hogy egy ekkorát kellett ugrani. Ja, de most én most nem a DTK-sről, hanem egyáltalán arra, hogy bármit bekezdesz. De neked nagyon más kellett csinálni. Hát nekem más. De neked például nagyon más kellett csinálni. Ő meg hozza a nullából a valamit. Úgy könnyű. Már bocsánat. Hát igen, mert nem tudtuk, nem láttuk híradóba, ahol téged nagyon elfogadtak. Ez jót tesz az önbecsülésednek ez a ma este. Erről beszéltem ugye, hogy segítenek azért. Gabi, erről a két mondat. Nem, én nagyon bírom, amit csinálsz. És még csak egyet szeretném mondani, hogy egyrészt igen, én se hiszek abban, hogy nagyon mást kell csinálni, csak amikor téged nagyon megszeretnek egy bizonyos pozícióba, és téged nagyon megszerettek híradósként, onnan nagyon nehéz bebizonyítani, hogy én egy
ilyen csaj vagyok, olyan csaj vagyok, van humorom, ez van, az van, tudok beszélgetni. De én azért hadd mondjak valamit az év védelmében, nagyon, nagyon erősen, hogy nagyon sok új figurát raknak azért a képernyőre, és szemmel láthatóan nem működik. Tehát hiába esik rá a fény, hiába van kiemelve, hiába írjuk le róla, hogy 40 kilót fogyott, hiába írjuk le, hogy ilyen, olyan, amolyan, emilyen, ettől még nem működik a karakter. Tehát ugyanúgy megkapja a lehetőséget, mégsem működik, mert nincs személyiség mögötte, valami olyat nem tud hozni, ami átüt egy televízió műsoron. De szerinted az éj, igen. És az csak látom az aggódást a tekintetében. Nem, én tudom. És az éj, hanem iszom a szava, ez most nagyon jó, ja, okay. És azért igen, hallgatom így. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy és akkor holnap oda teszek helyetted valakit, mert az lehet, hogy ott lesz, föl lehet hype-olni még egy darabig, de egyáltalán nem biztos, hogy működik. Na bocs, most meg valakit megbántottuk megint biztos, mi? Nem hiszem. Én nem gondolom. Nem tudom, de ezt nem lehet kivágni, csak szólok. Lassan a vége felé közeledünk a beszélgetésnek, és egy picit talán hasonlítani fog a kérdés ahhoz, hogy megkaptátok, hogy nektek ez könnyű. És ugye én most képviselem azokat az embereket, akiknek nincs olyan lehetőség, hogy leülnek veletek és beszélgessenek, akár finoman föltegyik a kérdést, de otthon nézik majd ezt mondjuk, és azt mondják, hogy jó, akkor nem azért, mert ismertek voltak, hanem megvolt a pénzük hozzá. Az ére ez nem igaz, de hogy sokszor lehet, hogy azt gondolják az kívülállóként, akik nem ismerik a történeteteket, és nyilván nem kell, meg nem is fontos, hogy belelássanak a pénztárcátokba, vagy a bankszámlára, mint a te fiad, de gondolhatják ezt. Mivel... Akkor én erről elmondom, én borzalmasan sokat dolgoztam világéletemben, van 3 gyerekem, és nem mehetek nyugdíjba. Mindig is azt csináltam, amit szerettem, soha nem azt néztem, és ez hülyeség is volt egy darabig, de a történelmi helyzet olyan volt, hogy nem mi szabhattuk meg, hogy mennyit keresünk. Ez ma egy kicsit más egyébként, tehát az elmúlt 5 évben ez egy picit piacképesebb lett. Engem mindig nagyon tisztességesen megfizettek, jó fizetésem volt, de én 3-szor annyit dolgoztam, mint amennyit a fizetésem tekintetében kaptam. Tehát én jól éltem, de nem tudtam belőle felhalmozni, mert mindig dolgoztam. Tehát nem tudtam azzal foglalkozni, hogy bizniszt csináljak, mert annyira sokat dolgoztam, hogy annyira szerettem a munkám, hogy ezzel nem foglalkoztam. Ez ma már hiba. De... akkor, amikor én elkezdtem televíziózni, ez nem volt alternatíva. Az utolsó 5 évben igen, de akkor én a közszolgálati televíziónál voltam, úgyhogy pech, ezt tudom mondani. Tehát egyrészt nem az, másrészt van egy markáns véleményem arról, hogyha az embernek van pénze, az nem azt jelenti, hogy nem dolgozik. És ezt üzenném azoknak is, akiknek ez nem így csapódik le az életben. Én azt gondolom, hogy a pénz az egy eszköz, a munka pedig egyszerűen az élet értelme. És ez 2 külön dolog. És ezt a 2 nem szabad összemosni. Van egy pont, ahol nyilván én majd tanulok az Istvántól, és össze kell. De most sem azt kérdezem meg, ha leülök valakivel tárgyalni a mi szakmánkba, hogy mennyit fizet, hanem összor azt kérdezem meg, hogy hol, mit, kivel. És ma már tudok nemet mondani arra, hogyha rossz ajánlatot ad. És ez egy fantasztikus bátorság tőlem, hogy én ezt már megteszem, mert azt mondom magamnak, hogy akkor inkább írok, akkor inkább tanítok, akkor inkább kommunikációs tréninget vezetek, és megkeresem máshol azt a pénzt, de kell, hogy örömöm legyen abban, amit csinálok. István? Amíg volt egy cég... Nem szabad tapsolni nyugodtan, ha már nem kérdeztek. Amíg volt egy cégem, és addig nem volt pénzem. De ezt mindenki tudja. Az embernek cége van, az nem azért van, hogy pénzt vegyen ki belőle, hanem hogy mindent beletegyen. Aztán, amikor eladtam a céget, akkor azt láttam, hogy a számlámon lett egy viszonylag komoly egyenleg, és másnap reggel elhatározott, milyen jó lesz nekem, hogyha most nem fog soha többet reggel dolgozni menni. Nem jó. Nagyon szar, pádom. Tehát a második hónap után az ember föl kell reggel, és nem tudja, hogy hova megy reggel, és hova megy délután, és mi lesz a dolga egész igen, nap. Picit így tartalod most a mikrofont, mert annyira... Igen, bocsánat, igen. Csak hogy a hátulülők is fizettek tehát a jegyet. Az ember úgy kell fel reggel, hogy nem tudja, hogy mi arra a napra a feladata, és nem tudja, hogy mi a következő hétre, meg a következő hónapra. Én nem tudom, én teljesen kezdtem szétcsúszni. Uh-huh. Úgyhogy
Lehet, hogy ebben öttünk bele, hogy mi reggel elmegyünk dolgozni, és akkor érezzük jó magunkat, hogyha megvan a feladatunk. Úgyhogy ez a borászat, amikor kialakult, fölépítettük, elfogyott az egy számla, lement nullára, akkor kezdtem magam megint jól érezni. Reggelente megint dolgom volt. Jó, hogy az időmet már nem úgy osztom be, meg nyugdíjas is vagyok. Az időmet már nem úgy osztom be, hogy persze ide kell mennem, meg a főnök megmondja, nagyon régen nincsen főnököm, de a természet úgy meghatározza. Most meccés van, akkor nem lehet elmenni nyaralni. Ha szüret van, akkor még mindig nem lehet elmenni nyaralni. Télen meg van egy kis időm, és akkor írok egy könyvet, úgyhogy ennyi a... Ugye, amiután ott hagytam az intézményes televíziózást, mert tényleg a második felmondás is megvolt, és nem kellett kitölteni, nem tartottak igényt arra, hogy kitöltsem a felmondási időmet, hanem gyakorlatilag a következő nap már nem kellett mennem dolgozni. És úgy fölébredtem arra, hogy nem kell mennem dolgozni, és volt egy pici eufória, ami tartott körülbelül 10 percig, és utána leültem, hogy na, akkor most mi lesz? És tényleg nem tudtam, hogy mi lesz. És tényleg nem volt aláírás előtt a következő szerződésem, hanem volt egy ilyen baromi nagy vákum. És akkor elkezdődött egy 3 éves történet, aminek a végén lenyomtam az Entert a VMN indulásakor, de addig eltelt 3 év, amiközben persze írtam 2 regényt, és de azért aki író, meg írt könyvet, az tudja, hogy nem úgy van az, hogy így nagy üzembe az ember tolja bele a szöveget, hanem például az eltelt 10 perc eufória után, akkor leültem, hogy na, akkor most megírom a könyvet anyámról, amit 10 éve készülődik kifelé belőlem, és utána ültem 2,5 hónapig az üres oldalak előtt. És nem tud, és amit leírtam, az nem volt jó, és egyszerűen ott szenvedtem, és nekem ez a... Tehát, hogy kellett egy olyan projekt, egy olyan munka, egy olyan feladat, ami segített az előző dolgot meggyászolni, a tévézés végét meggyászolni. És akkor amikor azt mondom, hogy az önsajnálatnak is van helye meg ideje, akkor azt mondom, hogy a gyászmunkának ez is része. A gyászmunkának vannak stádiumai, amit egyszerűen nem lehet megspórolni, amit bele kell tenni, és utána lehet újra kezdeni. És hogyha már az anyagiakra kérdezel, akkor én... Nem kérdeztem rá, csak hát a pénzügyekben, tehát hogy persze igen. ez, hogy kinek könnyű, meg kinek nem könnyű. Amikor én az először a VMN ötletéről meséltem olyan embereknek, akikről én azt gondoltam, hogy ebben a szakmában okosak, és vállalkozásuk is van, és meg a média szakmában olyan totumfaktumnak tűntek, és nem értették, hogy mit akarok, és azt mondták, hogy ó, hát ezt egyedül nem lehet megcsinálni, vidd be, vagy keres egy tőkerős befektetőt, vidd be egy nagy kiadóhoz, mit tudom én, szerez pénzt, és többé, és nekem volt 4,5 millió forintom, 4,5 millió forintom volt, nem hazudok, most elmondtam, az elviszlek magammal 100. adásában, elviszlek magammal, Szili Nóra kérdezett engem, és ott neki is elmeséltem, hogy 4,5 millió forintot kerestem a második könyvemmel, ami egy nagyon szép összeg, aki írt Magyarországon könyvet, tudja, hogy mennyire nem lehet megélni belőle, de hogy az a jogdíj, az egy-egybe belement ebbe a vállalkozásba, de még soha nem voltam annyira büszke magamra, mint amikor megkaptam az első VMN-es fizetésemet. És átutalta az én cégem, átutalta az én magánszámlára, nem tudom, 2015 márciusban indultunk, én 2016 novemberében kaptam először fizetést, kb. Magamnak, és átutaltam magamnak egy olyan összeget, amely nagyjából a 1/8 volt annak, mint amit én az MTV-ben kerestem a távozásomkor, de én még pénznek annyira nem örültem. Szóval azt mondom, hogy forint és forint között értékben igenis van különbség, attól függ, hogy mi a sztori mögötte. Zé, valamit mesélj az Elviszlek magammalról, légy szíves. Ez egy fantasztikus műsor egyébként. Jó, mindenkinek javaslom, hogy nézzen utána, aki nem hallott róla. Én nagyon nagy mázlistának tartom magam, de nem azért, mert hogy most itt jelen pillanatban összejöttek a dolgok, hanem hogy én ezt most így tudom élvezni. Tehát, hogyha
összevonjuk a nagy szívást, meg azt, ami most van, akkor kb. Most mégis nullán vagyunk. De hogy azért az meg tök jó, hogy most jelen pillanatban ebben a felfelé szálló ágban vagyok, és hogyha most egyébként az üzleti részét nézzük, vagy a pénzkeresés részét, akkor természetesen azt is tökre élvezem. Azért nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen Dagobert bácsiként úszkálok egy ilyen nagy tartányi lóvéban, de ez a cél. De azért tényleg tudatosan próbálok ebből egy olyan vállalkozást építeni, amire most megvan a lehetőségem, aztán persze egyrészt lehet, hogy elszúrom, másrészt Gabi megérted, hogy szólni fogsz, hogyha nagyon nagy gebasz van, de hogy... De fölveszed a telefonom. És most az a pénz, ami egyébként jön hozzám, nyilván a konyhafőnökkel se keresek rosszul, én is adok ki könyvet, szakácskönyvvel, ráadásul még relatíve jól is lehet keresni, hogyha megveszik. Ráadásul azt ígéret, hogy főzni se kell, szinte megfőzik most már a kajáig magát. Abszolút, automata receptek. A következő könyvben már erről most már ott az egy perc alatt. Mint a Jetsonban, ilyen kis tabletta berakod, és hopp ott a rántott csirke. Igen. Tehát ez a következő. Ne lőjétek le a poént, mert tényleg valami ilyesmi ez a következő. Nem. Szóval, hogy nagyon élvezem azt, hogy lehetőségem van arra, hogy egy csapatot építsek. Most már 15-en dolgozunk egyébként, szóval nagyon szépen fejlődünk, és rengeteg tervem van. Úgyhogy gyakorlatilag én ennek a vállalkozásnak az anyagi részét, ezt a gyümölcsét, ezt nem személyesen én élvezem, mert még mindig egy 11 éves autóval járok, meg bérelt kecóban lakom, szóval semmi extra dolog nem történt. De az a pénz, ami viszont most jön, azt meg föl tudom arra használni, hogy ebből én most csináljak valamit, és ahogy ti is mondtátok, hogy ez nagyon fontos, hogy nem igazán kell arra figyelni, vagy azon parázni, hogy mit szólnak a többiek. Én azt gondolom, hogy én ezt megengedhetem most magamnak, hogy freestyle-ba nyomjam, amiről én azt gondolom, hogy ebben a témában nekem tetszik, én azt csinálom, és addig, amíg az emberek azt jelzik vissza, hogy ez működik, addig fogom is, és addig élvezem is majd, szerintem. Meg a nagymamának is vehetnél egy rendesebb lakást. Igen. Úgy köszönöm. Szereti. Az jutott eszembe csak, és valamennyire zárszónak szánom, de nyugodtan még beszélgethetünk, csak hogy majd amikor a Gabi fölhívja a Z-t, hogy most hagyd abba, nehogy pénzt kérjen tőled. Erre nagyon vigyázz. Van-e valakinek kérdése? Esetleg? Ha nincs, akkor egy technikai információt szeretnék mondani. Még mielőtt. Van. Ja, várj. Van? András, várj. Hol? Ott hátul. Na jó, hát addig nem látok el. Nem erre volt a felkészülve mi. Nem így volt lezsírozva. Nézzé egy fiatal hölgy, figyelj. Számom? Másnak is van kérdése. Z számát szeretném megkérni. Igen, a Z-hez lenne egy kérdésem, ha nem is a számod, de az érdekel, hogy mikor kóstolhatjuk meg a főztödet. Gondolkozol-e saját gasztroegység megnyitásán? Illetve az nálam nem teljesen világos, hogy nálad a gasztro az eszköz a médiához, vagy a média eszköz a gasztrohoz? Melyiket érzed sajátodnak, vagy melyik az a terület, ahol jobban otthon mozogsz? Még okos is, nem csak azt szép. Azt akartam mondani, hogy szerintem a VMM-ben, én szerintem ott lenne a helyet. Szerintem te kérdel az ő szemben. Tényleg, nagyon jó mind a két kérdés. Igen, hát most a gasztro és a média viszonya, ez egy érdekes dolog, mert én ugye a médiát egyáltalán nem tanultam, abban engem beledugtak szó szerint, és akkor próbálok itt valamit itt elvickélni ebben. Több-kevesebb, inkább most több sikerrel. A gasztronómia viszont mindig is a szenvedélyem volt, nekem a nagymamám szakács, az édesapám szakács, nekünk volt vendéglátóhelyünk, szóval én egyébként született vendéglátós vagyok, úgyhogy ezt a részét én tök őszintén csinálom. Még ha azt is látjátok néha, hogy a kritikusan azt nézitek, hogy az egész tényleg egy kicsit egy ilyen média hack, ez így van, de pont a gasztró része az nagyon őszinte, tehát a kaja, nekem, tehát ilyen szempontból igazából én a médiát passzítom oda ahhoz, amit én igazából valóban szeretek. Az első kérdésed, az pedig, hát igen, ezt nem tervezek most ilyet, de egyébként pont azért, amit mondtam, hogy egy vendéglátós családból származom, hát hátul az agyamnak egy bizonyos része az így néha elkezd bizseregni, és néha egy kiadó üzlethelyiségben, vagy egy éppen megnyit étteremben úgy belelátom azt, hogy mi lenne, hogyha ezt most mondjuk street kitchennek hívnák, és én azt gondolom, hogy egyszer ennek is eljön az ideje. Nem most, ez egész biztos, szóval még egy kis türelmet kérek e tekintetben, de szerintem egyszer eljön ennek is az ideje majd. Addig is ott vannak a benzinkutas szendvicsei. Ja, hát tényleg, hát így van, a Shell-kutakon lehet. Azt ma teszteltük, nagyon fincsi. Köszike. Én még azt nem próbáltam, de lehet, hogy itt a sikítós tesznek helye lenne, hogy persze, mikor nyis éttermet. Persze, a sikítsen, aki szerint jók a szendvicseim a Shell-kutakon.
Hopp, nem sikított senki. Nem, hát igen, ez kínos. Van-e még kérdés, akár tőled, akár mástól? Nem látok hátra, úgyhogy nézzetek ti is, mert ott pont úgy van a fény, hogy nem. Nem látok ezeket a magasban, úgyhogy akkor a technikai információt elmondanám. A jövő hónapban is lesz még egy utolsó Hello VM-en, aztán jön a nyári szünet. Legnagyobb bánatotokra akkor már nem én ülök itt, hanem a Kriszta. Jaj, annyira nem bánjátok, sikítsatok, nem baj. Hogyha sajnáljátok. Nem baj. De nagyon fontos, hogy az a téma legalább olyan érdekes lesz. Vezetünk, vagy vezetnek bennünket, erős személyiségek lesznek a vendégek, és hogyha valami kedvetek arra eljönni, már a jegyek kaphatók, úgyhogy érdemes utána nézni. Jöjjetek el, szerintem jó hangulatú beszélgetés lesz, és vendégeinknek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönjük. Voltak. Jakubcsek Gabriella. Köszönöm. Jásdi István, Détót Kriszta és Földőr Zé. Remélem, jól éreztétek magatokat, gyertek jövő hónapban is, és majd a következő szezonban is. Sziasztok!